egy óra a híresekkel. Nézd át a hírszekciónkkal együtt az online térből mazsolázott híreket, eseményeket, érdekességeket. Egy óra a híresekkel. Minden vasárnap 10 és 11 óra között a Paks FM-en. Egy óra a híresekkel, úgyhogy itt vagyok kollégáimmal, úgy, mint... Post Szilvia vagyok, sziasztok! Tokai Robi vagyok, sziasztok! Én pedig Somodi Solymos Eszterként ismét itt ülök a stúdióban, és nagyon élvezem, hogy ismét karanténmentesen. Esküszöm, jó kiszabadulni otthonról, úgyhogy az ember ilyenkor értékeli, hogy tud szabad lábon menni. Érdekes időjárásnak voltunk tanulni a héten. Júj! Meg volt a 4 évszak egy órán belül. az igaz. Pont ezt akartam mondani, hogy ti már láttatok ilyet, hogy egy napon belül végül is volt őszi időjárás, tavaszi, nyári szinte, úgy ragyogott a nap, és szakadt a hó, nem kis hópelyhekbe, amit ugye várnánk karácsonykor. Igen, így volt. És akkor ilyenkor jön a kérdés, hogy ki hogyan indult el aznap. Én hajnalok hajnalán öltöztem föl, kis körömcipő, kis szoknya, úgy, ahogy kell, pacekba, ráadásul jó távolra mentem, hogy még haza se tudjak menni átöltözni. Szerintetek mennyire néztek rám idiótának, amikor az adott helyre megérkeztem, és hát egy kicsit tavasziasan néztem ki. Várjatok még egy órát. Igen. Eljön az én időm. Akkor még nem tudtam, hogy eláll a havazás, és konkrétan azon gondolkoztam, hogy hát én így most egy kicsit meg fogok fagyni, a hajam el fog ázni, de túléltem. Na mindegy, de ugye adódik a kérdés, hogy azt prognosztizálták, hogy a járványos időszakot követően, vagy már azzal összecsúszva, tulajdonképpen a klímakérdéskör megint elő fog kerülni. Ti is jogosnak látjátok a felvetést, hogy majd egyre többet foglalkozunk azzal, hogy vajon az időjárásunk miért bolondult meg? Persze, tehát ezzel foglalkozni kell, mert én is kimentem sétálni egyet így a napokban Domboriba, és a strandon a bikinis emberek egyébként hónyulat építettek. Jó, van, elvittem most ilyen irányba ezt a beszélgetést, de ezt muszáj előtt elsütnöm. A klímakérdés fontos. Szilvi? Természetesen fontos, hogyne. Én arra gondoltam, hogy ugye a klímakérdést én azt azért szeretem, és olyan régóta az első adások egyikében mind a ketten mondtátok annó még ugye a Noyával, hogy majd biztos hozom a sok energetikás cikkeimet, és mennyire boldogok lesznek, és arra gondoltam, hogy sose hoztam energetikás cikket, úgyhogy lassan itt az ideje, elárulom, hogy ma nem ezzel készültem. De majd szívjátok fel magatokat, hogy ti miként vélekedtek, mert én már nagyon várom, hogy erről beszélhessek, de nem is húzom tovább az időt, szerintem hamarosan érkezünk a cikkeinkkel, de még a zenei blokkunk előtt jön a szokásos fighting és harc, hogy vajon melyikünk fog kezdeni, ezt most szó szerint a műsor előtt egyáltalán nem beszéltük meg, van valaki, aki szeretne kezdő lenni? Nem, hanem ezt majd lemecseljük egy hármas kőpapírollóval. Jó, de hát abba csalok, tudod. Hát persze, azért, de most mi ketten fogunk ellened, úgyhogy ki tudja, még a végén lehet, hogy te kezdesz. Szilvi, van affinitásod a kezdésre? Akár, jöhetek én elsőként. Ó, akkor a mai felállás, Robikám, csak hogy lássad, hogy határozott vagyok. Szilvia, Eszter és Róbert. Kiváló. Ezzel a sorrenddel fogunk visszatérni. Egy óra a híresekkel. Minden vasárnap 10 és 11 óra között a Paks FM-en. Már is itt van az egy óra a híresekkel csapata, kollégáimmal, Szilviával, Robival és jó magammal. Arra hivatottunk most is, hogy hát akkor érkezünk a cikkeinkkel, és nézzük meg, hogyan is gondolkozunk az online térben szemezgetett információk terén. És hát ahogy ígértük, Szilvi kapta a nemes kezdő feladat szerepkörét. Mit tartogatsz nekünk a mai napon? Rúgd el a pöttyöst! Kínából hoztam egy hírt. Hát nem is akármilyet. A hírt és nem járványtrendben van. De azt tudod, hogy most már, hogyha EU-n kívülről hozol valamit, akkor már nincs vámköteles, így van, nincs értékhatár, úgyhogy egy akkor nézzük, hogy felbruttósítva akkor mit használ. Nos, fia esküvőjén jött rá, hogy menje valójában a lánya. Igen. Ne, és ellövi. Ez Zseni, bocsáss meg, itt be kell szúrjam. Be kell szúrjam. Ezt tegnap este beszélgettünk az Eszterrel. És átküldte nekem ezt a cikket, hogy figyelj, ezt nézzük, mit találtam. És mit van előttem, hogy lehet ezt hozom. És azt mondta, hogy figyelj, lehet ezt a cikket fogom hozni. De képzeld, nem erre esett a választás.
nem erre esett a választás, úgyhogy nagyon jó. De akartam, hogy téma legyen, úgyhogy folytasd kérlek. Jaj, de jó, hát akkor örülök neki, hogy legalább az ízlésünk egy és ugyanaz. De gyönyörűen meg lett teremtve ez a dolog. Igen. Nos, tehát igencsak fordulatosra sikerült egy esküvő egy kínai tartományban, miután a vőlegény anyja észrevett a menyasszony kezén egy jellegzetes anyajegyet. Az ugyanis pont úgy nézett ki, mint amilyen 20 évvel ezelőtt eltűnt lányának is volt. Megkérdezte a menyasszony szüleit, hogy örökbe fogadták-e a lányt, a házaspárt sokkolta a kérdést természetesen, mert valóban örökbe fogadták, de ezt rajtuk kívül senki sem tudta, még a menyasszony sem. Végül bevallották, hogy lányukat egy útszélén találták, amit az esküvőn a lányuknak is kénytelenek voltak elmondani, és akkor jött a probléma, hogy hát akkor a saját testvérével kíván összeházasodni az arra. De ezt követte egy újabb fordulat, ugyanis, mint kiderült, a vőlegény szintén nem vérszerinti gyermek. A nő ugyanis a lánya eltűnése után nem szült újabb gyermeket, viszont egy fiút fogadott örökbe. Úgyhogy innentől kezdve pedig már nem volt probléma az esküvőnek a megtartása. Happy end-el zárult. Happy end-el zárult, igen. De képzeld el azt az érzelmi hullámvasutat. Tehát elmész a Lagzidra, happy hippo vagy, oda jön az anyósod, megkérdezi tőled, haló, te amúgy így véletlenül, nem vagy, nem a gyári mutarékkal vagy? Kiderül, hogy igen, összeomlasz. Akkor várjál, hú, de akkor a tesómhoz megyek hozzá? Jézus Atya Úristen, még mélyebb a gödör. Majd kiderül, tesónak is azt mondja, hogy én nagyon szeretlek, nyugi, nincsen semmi baj, ettől még el foglak venni. Jó, de tesóm vagy? Nem, mert te is örökbe fogadott vagy. Ez az! Yes! És akkor onnantól kezdve érted, gyakorlatilag ügyöttek, mondjuk a srác az konkrétan úgy jött ki a Lagziról, hogy van egy felesége, nem tudja, hogy kik a szülei. És kiderült, hogy majdnem elvette a testvérét. És akkor szerintetek ezek után a leányzó, az vajon anyósának szólítja a férjének az édesanyját, vagy anya? Na most ez az. Tényleg, hogy akkor most akkor hozzámentem, tehát az anyám egyben az anyósom is? Igen. Tehát az, igen. Az nagyon kemény. Előttetek van egy családi éttermi feeling, ahogy ülnek, és akkor a házas pár mindegyike úgy szólítja a nőt, hogy anya. És akkor ülöttük lévők néznek, hogy most akkor mi van? Vérfertőzés van? Figyelj, de várj, tehát tényleg, borzalom. Tehát ilyen szituációt csak az élet produkálhat, ez komolyan mondom, forgatókönyvíró nem ír ilyen sztorit, tényleg. Tehát. Ez így van. És ráadásul én utána néztem, hogy Kína lakossága elképesztő mekkora szám, tippeljetek, Eszter, szerinted mekkora lehet Kína lakossága? Lövetem nincs. Én belövök egy ilyen 2,5 milliárdot kb. Annyi nincs, de majdnem. Ja, akkor, na, akkor lehet, hogy lassultak. Tehát volt egyszer egy ilyen egygyerekes politikájuk, tehát arra emlékszem. Igen, 1,5 milliárd. Másfél volt milliárd. Volt 2 is, azt hiszem, akkor lehet, hogy páron kihaltak. Elképesztő. Én nem tudom. Szám. Számokban nagyon gyökér vagyok, beismerem. De most képzeld el azt, hogy 1,5 milliárd emberből kiszúrod az egyet. Így van, erre mekkora az esély, hogy nem? Hogy mekkora erre az esély, valóban. De egyébként a statisztika, szám és egyéb kérdés mellett, ugye merül az a nagy kérdés, hogy ahogy, amit te is próbáltak kidomborítani, hogy azért szegény menyasszony, tehát készült vajon erre? Tehát te is túl vagy már egy ilyen happeningen, hogy azért az ember készül a saját esküvőjére, megvan annak a maga izgalma, bája és pokoli mély nehézsége is, mire eljut az ember oda, hogy mindent leszervez és minden pacák. Te ezt hogy tudtad volna feldolgozni, ezt az érzelmi hullámvasutat, Szilvi? Ja, nem tudom, igazából hallottam már olyat, hogy itt Magyarországon ráadásul, hogy kiderült, még mielőtt összeházasodtak volna az anyakönyvvezetőnél, hogy valami rokoni szálak fűzik össze az ifjú párt. Tehát az úgy kellemetlen, igen, de hát, hál' Istennek azért ez ritka, nem? Hát azért bízunk. Vagyunk jó páran országban is, meg Kínában, meg aztán pláne vannak sokan. Ja. Bízunk benne. Mondjuk abban a részében már bele sem megyek, mert tudod, ilyenkor szokott az a rész lenni, hogy jelöljük egyébként azt a point a hallgatók felé, hogy és önök mit gondolnak erről a dologról, ugye? Tehát beszoktuk néha vonni ugye a hallgatókat egy adott téma kapcsán. Hát inkább fel se teszem azt a kérdés, hogy te hozzámennél a tesódhoz? Jó, de azért tisztázzuk, hogy végülis itt se a tesójához ment hozzá. Hát végül de egyébként azért vegyük azt, hogy mi van, ha negatív a forgatókönyv. Tehát megtudod, hogy a testvéred a vőlegény jelölt. Ja, nincs happy end. Akkor mi van?
Arról nem is beszélve, hogy azért, jó, tegyük hozzá, nyilván vannak azok a nagyon kivételes, és azt mondom, hogy nagyon gyönyörű, szép, régi értékrend szerinti párok, akik azt mondom, hogy tényleg minden komolyabb dologgal megvárják ugye az esküvőt. Folytasd, Robi. Köszönöm, és most képzeld el, hogy azért sokszor viszont ma már ez na annyira már nem mindenki áll így hozzá ugye a dologhoz, és akkor képzeld el, hogy az esküvődön, hogy mennél hozzá az emberhez, és hát kiderül, hogy a tesód. És igen. Kiderül, hogy nincs happy end, frankon a tesód. Hogy akkor így, hogy akkor így végigfut az ember. Legyünk pozitívak. Jaj. Ugye van, amikor nagyon nem akarunk napjainkban pozitívak lenni, de itt most legyünk pozitívak. És Jézus. Ilyenkor jön az, hogy hát várjál, tehát hogyha nem tartják a régi hagyományt, és sajnos mégis történtek dolgok korábban, akkor hogy hogyan lehet pozitívan hozzáállni? Még mindig fölfoghatják úgy, hogy milyen jó, hogyha viszont a gyermekvállalással megvárták az esküvőt, mert akkor legalább... Hát igen. Hát ez a tipikus egyik szemem sír a másik nevet, mert azért érzelmileg óriási nagy csalódás, mert hogy elvesztem a szerelmemet, viszont kapok egy testvért, tehát ez a... Köszi. Köszi. Azt hiszem, itt jött el a pillanat, hogy gondolkozzunk el egy kicsit, és zeneileg üdítsük föl magunkat, mert azért ez sokkoló történet. A maga bájával egy kicsit humorosan kezeltük, meg nyilván ez egy happy end-el végződő, de azért komoly kérdéseket vett fel, hogy miért is fontos, hogy mondjuk az élet ne sodorjon el a családottól, mert igen, zenéljünk. Igen, kérdek egy fél órás mixet, hogy magamhoz térjek ezután. Köszi. Egy óra a híresekkel. Nézd át a hírszekciónkkal együtt az online térből mazsolázott híreket, eseményeket, érdekességeket. Ismét itt van az egy óra a híresekkel csapata, és ahogy ígértem, amikor beköszöntünk az első blogba, a sorrend ugye Szilvia, Eszter és Robi, és mivel Szilvi érkezett egy fantasztikus cikkkel, én vagyok a soron következő. Hát hajrá, figyelj, zseni volt, tehát imádtam. Ezek után most egy kicsit elmegyünk, de ugyanúgy családon belül maradunk egy kicsit, de azért egy kicsit gazdasági kérdéseket is fogunk feszegetni. A cikk, amit én hoztam, annak az a címe, hogy több milliárd nő él időszegénységben a Földön. Jaj, várj, időszegénységet mondtál, jól értettem? Igen. Nem cipős szegénység, időszegénység. Kérlek, időszegénység. Igen. Gina, kérlek, köszi. A párod, drága, igen, most figyeljen. Minden év április első kedje a láthatatlan munka nemzetközi napja. Láthatatlan munkának azt nevezzük, amelyet a társadalom bizonyos tagjai háztartáson belül vagy önkéntes munkaként a család vagy a közösség érdekében végeznek fizetés nélkül. A kutatások szerint ezeknek a munkáknak a jelentős része Magyarországon és máshol is a nőkre hárul, amit ugye most a járvány is kifejezetten fokozni hivatott sajnos. A fizikai házi munkán túl egyébként jellemzően a nők felelősek az úgynevezett érzelmi vagy kognitív munkákért is. Ilyen feladat például kitalálni, hogy mit kell vásárolni, vagy éppen a gyerekek, rokonok, barátok születésnapjainak észben tartása, illetve a rokonokkal való kapcsolattartása, stb. Ebben a cikkben több aspektusból megnézték ezt az időszegénység fogalmát és a láthatatlan munkát, és ami még nekem nagyon érdekes volt, ugye, hogy különböző népek, országok, szervezetek mennyire mozgósítani tudják magukat, hogy hogyan lehetne a láthatatlan munkát láthatóvá tenni. Tehát akár bérjuttatás tekintetében, vagy bármilyen jogcímen, hogyan lehetne ezeket mérni, és ugye a másik kérdés, ami ilyenkor felmerül a láthatatlan munka kapcsán, és a cikk is hozott föl példát ezzel kapcsolatban, hogy van olyan ország, ahol képzeljétek el, ha jól tudom, egy pekingi bíróság a vállóper során úgy döntött, hogy kártérítést kell fizetnie a férj, aki éppen már ex-férjék próbált avanzsálni, mert ugye az asszony otthon nagyobb részt vállalt a gyermekek nevelésével kapcsolatban, és hát akkor ezt valahogy úgymond pénzben is meg lehet és meg kell mutatni. Úgyhogy nagyon hosszú a cikk, nagyon-nagyon sok aspektusból veszi sorra, mert tulajdonképpen ugye hányszor van az, hogy egy családon belül mondjuk nem kell az idősek otthonába bekerülni egy hozzátartozónak, mert mondjuk az otthon lévő háziasszony el tudja látni a családgondozói feladatokat is. Úgyhogy ezt a cikket hoztam, hogy ti miként vélekedtek a láthatatlan munkáról, mennyire ismerjük el ezt itt Magyarországon? Melyikőtök szeretne először? Hű,
Hát emésztés szempontjából ez se egy könnyed 10 órai, maradjunk ennyiben, de én most akkor ismét előrengedem a hölgyeket, Szilvi. Láthatatlan munka fogalma nálam kimerül otthon a mosogatnivalók és a szennyes környéki tartományban, mert hogy ezek nálam láthatatlan, tehát mire megcsinálom, addigra újra van, és ennyi, tehát nekem ez a láthatatlan munka, de nyilván van ilyen, persze. Rubi? Most, hogy megemésztetted, volt fél perced? Igen, most, hát na, tényleg ez nagyon sok oldalú kérdés szerintem, igen. Mert egyrészt most mondom, ugye azért most persze a mosogatásom, meg a mosásom, meg ezeken kívül is ugye felsorolt azért több dolgot tényleg a cikk, és mennyire igaz, figyelj, magamból indulok ki, genetikailag kódolva vagyok arra, hogy teljesen alkalmatlan vagyok dolgok megjegyzésére. Tehát érted? Tehát, és ez, szerintem még ebből ti példát még nem tudnátok hozni az elmúlt évekből, amióta együtt dolgozunk. Na, mindegy, lényeg, hogy hatalmasra tartom a nőket egyébként, és maximális tiszteletem, hogy tényleg megjegyzik egyébként az anyós unokahúgának, a kislányának a névnapját, érted? Hogy, és még arra is van ideje, hogy még rádob egy üzenetet, vagy vesz neki egy csokit, érted, és akkor az majd akkor egyszer milyen jó lesz. Hatalmas dologra tartom alapból azt, hogy tényleg egy munka mellett egy dolgozó nő még elviszi a háztartásnak a dolgait. Ezt komolyan mondom, hogy nagyon-nagyon sok hosszú nőkkel történt együttélés után azt mondhatom, hogy basszus, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. És le a kalappal előtte, abszolút támogatom azt, hogy ezt valamilyen módon. Én azt mondom, hogy nem biztos, hogy feltétlenül mondjuk anyagi oldalról kell megközelíteni ezt a dolgot az én véleményem szerint, viszont az, hogyha már ez kap egy kis média nyilvánosságot, és mondjuk tényleg azt mondom, hogy elismerjük a nőket a tekintetben, akik mondjuk tényleg így működnek, azt viszont nagyon megérdemelnék szerintem. Hát akkor hozom a személyes példámat. Ugye nálunk nekem 5 testvérem van, 6-an vagyunk édes testvérek, és édesapám keményen dolgozott, hogy ezt a családot fönntartsa, és úgymond felnevelkedhessünk. De ugye hát ehhez a gyerek létszámhoz igazodva édesanyám tulajdonképpen, ahogy a gyermekek megszületésébe belefogott, onnantól kezdve nem nagyon tudott dolgozni, mert mindig volt egy pici, akivel otthon kell lenni. Persze. És igen, ő egy főállású anya volt, háztartásbeli, ami komoly vállalás. És le a kalappal előtte, nyilván ő sem bérjuttatásra gondol, de jól esik neki, amikor ezt elismerik. És én meg ugye megint vagyok egy ilyen faramuci típusú hölgyemény, mert én sokáig voltam otthon háztartásbeli főállású, akkor nem feltétlenül anya, mert voltam még akkor is otthon egy rövid ideig, amikor még nem volt meg az apróságunk. De ugye hát azt szoktátok tudni, nem titok, hogy a rádióban mielőtt elkezdtem dolgozni, akkor háztartásbeli voltam, és mindenki kérdezte, hogy akkor a felesleges energiáidat, amit ugye most már látható, de akkor hova tettem? És tök érdekes, mert való igaz, hogyha az ember aktív, tehát nem feltétlenül van azért valaki otthon háztartásbelinek, mert lusta, de nagyon sok mindent el tudtam intézni. És most, hogy dolgozok, viszont azt tapasztalom, hogy ami ment flottul, és jó háziasszonynak tudtam magamat tartani, én főztem napról napra, uh-huh. Rend, tisztaság volt, programokat szerveztem, ügyet intéztem, minden pacekul ment, az most egy, mint hogyha atombombát robbantottak volna az otthonunkba, úgy nézünk ki. Nagyon kemény dolog egyébként balanszozni, egyensúlyozni, amikor az ember elkezd dolgozni, hogy mondjuk fölfogja azt, hogy nem minden úgy fog menni, mint korábban. Vállalni kell a férjnek is sokkal több házi munkát, de érdekes dolgokat tud ez szülni, hogy hány olyan ember van, aki viszont egy válásnál kerül abba a helyzetbe, hogy otthon volt háztartásbeliként, nyilván nem tudott karriert építeni, nyilván nem volt nagy bevétele, és aztán ez válásnál meg már anyagi kérdés is. Nyilván, persze, de hogyha a pekingi cikkre visszatérünk, vagy erre a pekingi példára visszatérünk, akkor mennyi az óradíja mondjuk, vagy mennyi a reál értéke egy mosogatásnak? Meg, igen, ez a kérdés egyébként bennem is felmerült, hogy ezt hogyan lehetne anyagilag is láthatóvá tenni, ezt a láthatatlan munkát. Igen, hogy órabérbe vagy darabszámba a tételenként elszámolva, érted, hogy 6 tányér, akkor az mit, 60 yen, vagy
hogyan? Én nem tudom, nyilván egyébként szerintem ezt nem is feltétlenül kell számszakilag tényleg, ahogy te is mondtad, kifejezni, de szerintem azok a családok többet tudnak erről mesélni, akik viszont tudják ennek a költségvonzatát a versenyszférába. Persze. Mert van mosog, van, mit tudom én, szakácsuk, van takarítónőjük, van egy dada, aki hozzaviszi a gyereket, mert a munkahelyéről mondjuk nem érnek oda, és akkor ő a felelős azért, hogy menjen a szakkörre a gyerek, vagy akár bármilyen felügyelő, ki mit alkalmaz. Tehát tulajdonképpen őket kellene megkérdezni, hogy nekik ez mekkora kiadást jelent. Egy átlag magyar szerintem ezt ki se tudja termelni. Biztos, hogy nem. Jó, ezt adom. Na, hát úgyhogy kedves hallgatók, ezzel a komoly, viccesnek nem mondható vasárnap délelőtti történettel érkeztem, viszont mindenkinek tudjuk azt javasolni, hogy ha másért nem, akkor azért legyen jó, hogy erről beszélgettünk, hogy a láthatatlan munkát végzőknek most rohanjunk oda és nyomjunk egy hatalmas puszit az arcára, hogy köszi. Egy a szíve, egy a dobbanás. És ez nem csak kacsak, ha már Peking. Hallottad a híreket? Volt véleményed a hallottakról? Hidd el, valamiről a hírszerkesztői stáb is tudna bővebben mesélni. Egy óra a híresekkel. Nos, hát ismét itt, és az a jó hírem a hallgatóknak, hogy most dörmögő hangunk érkezik, a lányok álma. Robi, te érkezel a cikkeddel. Jó, ez de aljas. Jó, a lányok álma. Ja, az. Hangban csak. Na ez a még jobb, köszönöm, jó, nagyon jó, egyre szebb, és figyelj, most egyébként azért lőtted bokán magad, mert elsődlegesen most nem a lányokhoz fogok szólni, de... Mert napjaiban olyan téma... divatos dolog. Na jó, látom, ilyen napod van most, már értem. De figyelj csak, egy olyan témát hoztam, ami bár veletek fogok beszélgetni róla, de elsődlegesen szerintem inkább a... Tudok férfi fejjel gondolkodni, semmi baj. Akkor nagyon jó, figyeld. Egy luxus lakás árába kerül, és mozivászonnyi az átmérője a Samsung új tévéjének. Még egyszer nem tudtam fölfogni. Egy luxus lakás árába kerül. Igen, megvan. A tévé. Igen. És mozivászonnyi az átmérője a Samsung új tévéjének. A Samsung kijött egy orbitális nagy tévével, mondom a számokat, jó? Azt mondja, hogy kis túlzással akkor a Samsung új tévéje, mint mozivászon, és nem kis túlzás, de majd, hogy nem, akkor a szoba is kell hozzá, mint egy vetítőterem. Az új tévé átmérője ugyanis 2 méter 79 centi mikroLED technológiás és 8000 pixel megjelenítésére képes. Jó, oké, ez még akkor is semmi nincsen. Olyanokat tud, hogy meg lehet osztani két oldalra egyébként az adást rajta, és az egyik felében ez megy, a másik felében az megy, és akkor gondolom fülesekkel a család egyik fele az egyik műsort nézi, a másik fele meg a másikat. Azért milyen életszerű problémákra adta. Szagokat is ad ki a tévé legalább? Lassan szerintem már azt is tudja. Most itt egy fotót tudok mutatni, hogy arányaiban egyébként mekkora készülékről beszélünk. Tehát, na, köszönöm szépen. És akkor mondom a lényeget, jó? Na mondja, de már alig várom, hogy egyébként megvitassuk. A matekra vagy kíváncsi, gondolom egyébként. Figyelj, a tévé potom 45 millió 700 ezer forint. Az a durva egyébként, most jegyzem meg itt a hallgatóknak, hogy úgy harangoztad be, hogy egy luxus lakására. Na már most tudjuk jól, hogy a mi városunkban még nem feltétlenül kapunk 45 millióért luxus lakást. Jó, nem én harangoztam be így egyébként, hanem a Bors Online. Tehát cég, csak mondom, hogy azért még ebben vitatkoznék. Durva. Rögtön Szilvihez szegeznék egy kérdést, mert legutóbb, mikor volt szerencsém a férjével beszélgetni, és pont szóba jött a TV-készülékek kérdésköre. Szerinted az ártól függetlenül, tehát most nem az, hogy kiköltenünk ennyit, mert tudjuk, hogy egyikünknek sincs ennyi pénze, de szerinted egyébként a férjed maga az adottságait tekintve, mint férfi ember, szerinted akarna egy ilyen készüléket? Hát előbb én akarnék egy luxus lakást, amiben lehetne egy ilyen készüléket, de hát nem, én ezt már túlzásnak tartom. De ez túl nagy, tehát én nem tudom elhinni, hogy egy ekkora vászon előtt jól érezném magam. Így van. Megosztott képernyőt meg el se tudom képzelni. Hát az ember szemet csak oda téved a másik felére is a tévének, nem? Tehát... Meg ez egy kicsit nem bunkóság, úgy Szilvi, most itt vagyunk két nő, beszéljünk a férfiakat. Ez a tipikus bunkóság. Most, amikor van egy tévéje az embernek, akkor szépen a gyerekek alszanak, a házaspár rákényszerül. Tudom, hallgatok, nem kell ott suttogni magatokba, hogy normális embereknek ma már nem egy tévéjük van, nálunk egy van otthon, mert akkor ez kikötés volt, hogy maradjunk meg embereknek. Na, de feltételezzük, egy tévé van. A házaspárnak mi a dolga?
lemeccselni, hogy ma kinéz, mit néz, maradjanak együtt a képernyő előtt, mert akkor utána tudnak róla együtt beszélgetni, mondjuk milyen volt a meccs, azt a nők élvezik kevésbé, utána meg amikor a romantikus filmet megnézik, akkor a férfi, ó, nem baj, beszélni kell róla. Tehát, hogy valahol kihal az, hogy közösen szerezzenek akár az emberek az otthonaikban élményt, akár film, meccsek terén, nem, Szilvi? De igen, de én ezt mondjuk el se tudnám képzelni, hogy otthon meccset nézni egy ilyen tévé előtt. Tehát ez valami, inkább valami mozivászon, ahogy mondod is, tehát inkább valami mozifilmre alkalmas szerintem. Kisebb szállodáknak, egy kisebb moziterembe. Ja, így van. Miért ne? Biztos meg lennének ennek a dolognak egyébként a felhasználási módszerei, meg tényleg azért jobb, láttunk már azért erre tényleg megoldásokat, mert tényleg egy projektorra gyakorlatilag akkora vászonra vetítesz ki, hát már lassan tényleg, amekkorára akarsz, tehát azért nem egy akkora történet, meg most már nagyon sok helyen láttam azt, hogy úgy rendeztek be mondjuk otthon egy mozitermet, hogy akkor tényleg egy rohadt nagy vászonra vetítettek ki egy projektorral, aztán kész. Tehát hogy azért ez nem viszont az, hogy tévéként, egy rendes normál kijelzőként gyakorlatilag egy ekkora méretet prezentálni, az mondjuk komoly. Igen, tehát a szakemberek előtt, akik ezt úgymond kifejlesztették, és összerakták, le a kalappal, tehát zsenik. Nyilván csak meg is kérik érte az árat. Az biztos, csak bennem felmerül a kérdés, hogy vajon a háztartásokban mennyire van létjogosultsága. Én azt tudom elképzelni, hogy aki ezt tényleg egy otthonba vásárolja, az azért vagánykodni akar. Igen, tehát hogyha most nekem azt mondja, hogy megnézi rajta a Barátok köz utolsó részét, akkor az kiröhögöm. Igen. Tehát az nem árt. Előtted van, Szilvia, hogy mondjuk a férjed nézi a kézilabda mérkőzést üvöltve, ugye? Természetesen és üvöltve, igen. Te meg mellette próbálod nézni a mit tudom én milyen filmet. Nem lenne diszonáns, hogy a két dolog egy kijelzőn? De nem, tényleg azért mondtam, hogy el sem tudom ezt képzelni, hogy ez hogy működik. Tedd már fel a fülest! Üvölt ezt attól, még hallom. Jó. Nem hallom, hogy luszeszít a 80-t. Viszont már ugye vannak mostanság ezek a 4K-s igen. filmek. Igen. Természetfilmeket láttam ilyenben, gyönyörű, csodálatos, tehát elképesztő, igen. hogy milyen technológia áll már ezek a készülékek igen. mögött. Azt mondjuk simán el tudom képzelni, hogy egy ilyet megnézni. Ja. Jó, brutál, meg egy biztos egy élmény, de ember 46 milláért. Tehát, na, tehát, hogy mit tudom, ez lehet, hogy hülye vagyok, meg már beszélgettünk, egyszer volt egy olyan témánk, amikor ilyen nagyon drága dolgokról beszélgettünk, hogy akkor miben mennyit tartanánk értéknek. Rajtam múlna nálunk tévése lenne, sőt voltak évek, amíg nem is volt. Tényleg, de én vagyok az ősember. Képzeljétek el, hogy találtam két ilyen pattintókövetet, és azzal gyújtok tüzet, tudod? Tehát ennyire ősember vagyok. Tehát, jó, ez volt a vicc része, persze. Borzalmas egyébként a tévét, tényleg nem szabad tévézni. Nem. Rádiósok tehát, vagyunk. Rádiósok vagyunk, persze. Tehát, de 45 milliót addi egy tévéért. Biztos van az az élethelyzet, amikor azt mondod, hogy hát jó, hát persze ezt akarom, meg nagy tévé, meg húd, meg feeling, de... És akkor ide rejteném be egy kicsit, ha már az elején mondtuk, hogy lennének akár témáink a klímával összekapcsolódóan, hogy manapság, amikor ugye ennyire rohan a világ, és itt a járvány azt szokták mondani, hogy elgondolkodtatja az embert, akkor igen, én mondjuk ebben a térben is elgondolkodnék, hogy vajon van-e értelme a környezetünket annyira leterhelni, és ilyen eszközöket kifejleszteni, és az ehhez szükséges nyersanyagokat előállítani. Tényleg kell ez nekünk? Egy mondatot rövidre zárom. Cirkusz legyen és kenyér. Tehát jön a zene. Egy óra a híresekkel. Ismét jelen az Egy óra a híresekkel csapata, és már cikket nem hozunk, már csak rövid időre tértünk vissza, hogy megint a szokásos klisét ellőhessem, Robi, de hát felmerül a kérdés, hogy ugye sokan panaszkodnak, hogy most ilyen nyarat akarnak, olyan nyarat, legyen meleg, ne legyen, kellemes tavasz időt szeretnének, és ugye közben már hallottuk, hogy ez a fantasztikus havazás mennyire nem tett jót a mezőgazdászainknak, az éppen rügyeket bontó fáknak, stb. Ti milyen időjárást szeretnétek egyébként? Mi az, ami mondjuk nektek azt mondjátok, hogy ideális lenne nyárnak, vagy ideális lenne tavasznak? Hát figyelj, hogyha azt mondom, hogy ez kíváncsiabb műsor lehetne, akkor én azt a számot kérném, hogy 25 fok kékig madárcsicsergés, bárányfelhő egy-két darab, és egy nagyon-nagyon lájtos szellő. Ami csak így épp, hogy így fog, és így megsimogatja a rúsnyapofámat. Reméljük Dévény Tibi bácsi is hallgatta a műsorunkat. Szilvi? Van egy olyan mondás, hogy
télen mindig hideg van, nyáron mindig meleg van, sose nincsen jó idő. Igen, és mindig az kell, ami nincs. Így van. Igen, hát ezzel a 25, de én inkább hajlanék a 30 fokhoz, én nagyon bírom a meleget, úgyhogy 30 fok, és szintén ugyanezek a feltételek jöhet. Igen. Ugye, mondjuk a 30-a még én is el vagyok egyébként, tehát én kb. Én is ilyen 40 fokig vagyok hitelesítve, a fölött azért már leveszem a pulóvert. Oh. 40 fok? De azt még viselem, igen. De hát, én nem. Itt Dombariba a strandon, ne viccelj. Jaj, mit vagizol, tavaly is egyszer, ha voltál a strandon, azt itt lakzom. Összesen Dombariba. Háromszor, igen. De sokat azért, mert a fedett teraszra, amikor így kicsörgök, akkor annyira nehezen mászok ki onnan a fotelemből tényleg, hogy az elképesztő. És nyáron meg lennétek vízpart nélkül egyébként? Simán. Hát, tavaly is megvoltam. Igen, muszáj volt. Ja. Nem tudom, én azért szeretnék csobbani, pedig utálom, hogy ilyen víziszonyos vagyok, ez a jó válasz. Én nem szeretem a meleget, én az enyhe nyarakat szeretem. Aha. Nem baj, hogy most bunkónak tartanak jó pár ezeren. Úgyhogy én tipikus tavaszi őszi gyerek vagyok, úgyhogy kívánom azt, hogy ez a tavasz ne a hóesésről szóljon, meg komolyan mondom, megfejelem a falat. De hogy most ne fejeljen meg a falat tényleg a héten történtek után, el kell, hogy köszönjünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét velem tartottatok, kedves műsorvezető társaim, úgy, mint... Pósz Szilvia voltam, sziasztok! Tokai Robi voltam, sziasztok, jó hétvégét! És Somodi Solymos Eszter is elbúcsúzik tőletek. Egy óra a híresekkel. Nézd át a hírszekciónkkal együtt az online térből mazsolázott híreket, eseményeket, érdekességeket. Egy óra a híresekkel. Minden vasárnap 10 és 11 óra között a Paks FM-en.